miért vannak botrányok a világban, miért van vállás a törvényszéke, miért vannak gyermekorvulók, mert az igazi családokat szétrúgták, önző férfiak és levélnők, akik gyermeket vállaltak, de felelősséget nem. Nem fognak kibújni ezelőtt. Ez biztos. És ott vannak papjaink is. Szerzetesek és világi papok. Befuthat valaki, neves ember lehet. Botrányt is okozhat. De jaj, a botrány dolgozónak, az Úristen lesz az elszámoltatója. Mindannyian hivatást kaptunk Istentől, és ezért a hivatásért felelősek vagyunk. Jézus Krisztus, a második isteni személy, az ő hivatása, hogy messiás legyen, megváltó legyen, eljön közénk, mindvégig hűséges az Atyához, engedelmes neki, teljesen átadja önmagát nekünk, embereknek, kiszolgáltatja, sebezhetővé teszi önmagát a szeretetben, mert az Atya szerint akar megmutatni, hogy a jópásztor hangját halljuk, merjük őt követni, belőle éljünk, mint a szőlő veszi a szőlőtőből, hogy életünk gyümölcsöző legyen, mert akkor az Atyához tartozunk, és az Atyától senki nem fog elszakítani bennünket. Testvéreim, a hivatásnak három alapeleme van, és elmélkedésemet ezzel fogom zárni. Az első eleme, hogy tanúskodjunk először is, legyünk Jézus barátai. Aki megszerette Jézust, aki hűséges, megtapasztalta az ő jóságát, irgalmát, szeretetét a maga életébe, az Jézus értékeli, becsüli. Keresi Jézussal a kapcsolatot, vagyis imádkozik. Isten emberévé válik, ugyanolyan Jézus működése 3 évig tanítása során esténként elvonul, és imádságban tölti az időt, az Atyával beszélve. És ezért a hivatás egyik gerjesztője az imádság. Imádság nélkül nincs hivatás. Igaz, Istentől jön, de az embernek is ezt kérnie kell. Ne hagyd, Uram, népünket, nyájadat, veszetők, pásztorok nélkül. A második, a krisztusi lelkületnek a kialakítása. Magunknak az odaadása Istennek. Kit küldje? Hangzik az Ószövetségben is számtalan szól Istennek a kérdése. Kit küldje? És vannak, akik nagy lelkűen vállalkoznak és felajánlják maguk szolgálatát, gyarló ember voltuk a természetüket, Isten szolgálatát. És ez az evangéliumnak a logikája, Jézusnak a logikája. Szeretetben elajándékozni magunkat. Úgy, mint a húz az ember, amely a földbe hull, sok termést hoz. Ha pedig az asztalra kerül, sokakat táplál, de ha egy maga marad, megsemmisül. Minden élet akkor szép és értékes, ha elajándékozott élet. Elajándékozott a házasságban, elajándékozott Isten szolgálatába. De mindenkinek el kell ajándékozni a önmagát. Az is, aki nem tudott férhez menni, az is, aki agregény maradt, gondoskodjon és törődjön szüleibe, támogassa testvéreit, vagy szociális, kvalitatív téren tevékenykedjen a társadalomban, az egyházban is. Elajándékozott életté válik, értékessé válik az élete. Ezt a logikát a világ nem ismer. A világ az önzésre vagy, a sikerre, az egyénieskedésre, csak pénzre. A világ nem ismeri azt, hogy valamiről lemondja. A világ mindent akar kaparni, mint